236 km-es sebesség az autópályán már alapos indok egy igazoltatáshoz. A rendőrségi törvény módosítás óta szúrópróba szerűen már senkit nem lehet csak úgy ellenőrizni. A rendőrnek meg kell indokolnia, hogy miért kér el papírokat, vagy kutatja át valakinek a ruházatát. Kivéve, ha fokozott ellenőrzést rendeltek el. Az országos rendőrfőkapitány ezt június végén megtette. Erre hivatkozott az az intézkedő rendőr is, aki Hatházi Ákos LMP-s politikust és a vele forgató német újságírókat igazoltatta felcsúton. A rendőrök nem csak a papírjaikat ellenőrizték, hanem a ruházatukat is átvizsgálták. Hatházi Ákos. Ákos. Legyen szíves ide, aki a felcsúti kisvasútról akadt forgatni a német stáb, amikor a rendőrök megjelentek. Hatházi Ákos ma híradónknak azt mondta, panasszal él, mert szerinte rendőri túlkapás az, ami vele és az újságírókkal történt. Nagyon meg voltak döbbenve és meg voltak szeppenve. Nem értették, hogy mi történik. Én jeleztem nekik, hogy valószínűleg, hogyha abba a faluba elmegyünk, akkor fogunk találkozni rendőrökkel. Azt mondjuk nem gondoltam, hogy meg is fognak motozni minket. A rendőrség pénteken a fokozott ellenőrzéssel indokolta az intézkedést. Ma kíváncsiak voltunk a Fidesz véleményére. Biztos is vagyok benne, hogy a magyar rendőrség az a törvények betartása mellett alaposan végzi a munkáját. Hogy ebben az esetben mi történt, azt nem tudom, Hatházi úr biztos beszámolt erről, de ő már annyi sületlenséget hordott össze, hogy csak óvatosan kezeljük ezt a helyzetet, legyen kedves. Indokolatlan igazoltatás miatt a Helsinki Bizottság már a Strasbourgi Emberjogi Bírósághoz is fordult. A jogvédők szerint a fokozott ellenőrzés nem lehet elég indok ahhoz, hogy bárhol, bárkit, bármikor igazoltassanak. Ilyen alapon mondjuk itt a játszótéren bármelyik anyukához most oda mehetne a rendőr, igazoltathatná és átvizsgálhatná és kiforgathatná a zsebeit. Tehát világos, hogy nem erre szolgál. Ahogy a magyar rendőrség használja ezt az intézményt, az pont az ilyen visszaélésszerű intézkedésre ad lehetőséget. Hatházi Ákos híradónknak ma azt is elmondta, hogy nem csak Felcsúton, hanem Budapesten a Kossuth téren is oda ment hozzájuk egy rendőr csütörtökön. Elküldték őket a parlament előtti területről, arra hivatkozva, hogy nem forgathattak volna ott 20 percnél tovább. Megkeresésünkre a rendőrség annyit közölt, a Kossuth téren nem történt rendőri intézkedés.